Mindig, mikor képregény adaptációkról beszélgetünk, felmerül a film vagy sorozat képregény hűsége, és általában, ha valami hű az eredeti, ez az azt jelenti, hogy az az adott dolog az nagyon jó. Vagy mégse? Nem is olyan régen elindult egy ilyen vitahullám az Amazon sorozattal kapcsolatban, hogy ez a sorozat a legképregényűbb adaptáció valaha, viszont most először döntött úgy a nézők nagy része, hogy ez nem azt jelenti, hogy amúgy jó a sorozat, hiszen az Amazon képregények is elég megosztóak. Amióta jelen vagyok ezen a csatornán, rengeteget gondolkoztam azon, hogy az adaptációknál miért nem vizsgáljuk meg az alapanyagot is, miért kell elfogadnunk azt, hogy a képregény maga a tökéletesség, és sohasem lehet negatívat mondani róluk. Valahogy az alapanyag maradt a standard, és attól csak rosszabb lehet valami, ha pedig azt merjük mondani, hogy az adaptáció jobb, a fejünket veszik. Én a mai napon szeretném nektek bebizonyítani, hogy igenis vannak rossz képregények, ráadásul olyanokról van itt szó, amik nagyon népszerűek. Nem azt mondom, hogy ezek a legrosszabbak valaha, vannak ennél sokkal ótvarabbak is. Én most olyan képregényeket hoztam el nektek, amikről volt már szó a csatornán, és sokan is szerettétek őket. Én most azt szeretném megmutatni, hogy lehet egy történet bármennyire népszerű, ikonikus vagy esetleg alapanyaga egy adaptációnak, attól még lehet unalmas, klisés vagy egyszerűen borzalmas. Merjünk kritizálni, merjünk véleményt alkotni, semmi se szent, minden jóban van valami rossz, illetve minden rosszban van valami jó, így működik az élet. Még fontos megjegyezni, hogy ez teljesen szubjektív dolog, ha nem értetek egyet velem, az teljesen rendben van, nyugodtan írjátok meg a véleményeteket kommentben. Akkor most viszont nézzük meg, hogy mely képregényekben csalódtam én leginkább a videós pályafutásom alatt. A Pókverzum. A pókember történetek közül talán az egyik legikonikusabb lett az utóbbi időben a Pókverzum sztori, köszönhetően leginkább az irány a Pókverzum animációs filmnek, illetve a Nincs hazautnak, viszont szerintem ez egy tankönyvi példája annak, hogy egy adaptáció hogyan javítja fel az alapanyagot. Ugyanis a képregényekben lehet, hogy egy sokkal monumentálisabb dolgot láthatunk, sokkal-sokkal több alternatív pókemberrel, viszont mi az indok, ami összehozza ezt a rengeteg hőst? Egy random vámpír család, akik pókembereket esznek. Az előbb említett adaptációkban mérföldekkel érdekesebb módokon találkoznak a pókok, viszont itt valahogy nem sokat gondolkoztak azon, hogy hogyan lehetne összehozni őket. Tudom, hogy sokan szeretitek ezt a történetet, és most biztosan nem értetek velem egyet, viszont nálam valahogy egy felejthető történet maradt. A fehér lovag átka. Két dolgot utálok nagyon, amit gyakran előnek történetírás közben. Az egyik, ha bőrt húznak le onnan, ahol már csontig lerágtak mindent, illetve amikor olyan helyekre is szaporítanak be extra csavarokat, ahová nem férnek be. Ezt a két hibát mind elkövették a fehér lovag átka képregény sorozatban. Maga a fehér lovag szerintem fantasztikus történet volt, egy igazán izgalmas felfrissülés azoknak, akik már unják a tét nélküli repetitív történeteket, Batman rajongóknak meg végképp kötelező olvasmány szerintem, ha érdekel a sztori, van róla videónk is amúgy, viszont véleményem szerint a folytatásnak abszolút nem volt helye ebben a történetben. Írtak egy baromi népszerű történetet, és a sikert meg akarták lovagolni egy hasonlóan csavaros és izgalmas képregénnyel, és ehelyett kaptunk egy túl zsúfolt, elcsépelt csavarokkal teli semmit, amiről még most is húzzák a bőrt. Sajnos ez a jelenség mindenhol megfigyelhető, rengeteg népszerű film kap úgy folytatást, hogy nem igényli, vagy akár nézhetjük a rebootokat is, a végeredmény mindig ugyanaz. Az eredetire jó szívvel gondolunk vissza, amíg a kéretlen folytatások a feledés homályába merülnek. Dark Knights Metal. Emiatt biztosan lesznek páran, akik megköveznének engem, de hallgassatok végig. Szerintem a Dark Knights Metal egy fantasztikus történet. Lehetett volna. Hatalmas potenciál volt a sötét lovagokban, a varázserejű fémekben, a negatív multiverzumban, szóval kb. Minden ötletben, amit felvázoltak itt, viszont a történet, amit olvashatunk, szerintem nem ütötte meg a mércét, hogy egy időtálló történet lehessen, amit évekig emlegetni fogunk. Konkrétan meg kellett néznem a saját videómat, hogy felfrissítsem az emlékeimet. A sötét lovagokkal is az a baj, hogy az eredet történetük erejéig érdekesek, és onnantól elég jellemtelen figurák lettek ahhoz, hogy bármelyikük is érdekeljen a nevető Batmanen kívül. És akkor ez az is hozzátesz, hogy a főgonosz karakter egy teljesen másik ember feletti lény, és a lovagok csak aféle kis katonák a nagy egészhez képest. És a DC nagy problémája ilyenkor az szokott lenni, hogy undorítóan behájpolják a történetet, aztán a nagy eladási számnak köszönhetően azt hiszik, hogy kiszarták azt a bizonyos mexikói petróleumot, és addig tolják a mellékszálakat, amíg az emberek érdeklődése végképp elfogy. Ez történt a legsötétebb éjszakánál is például. És nem ez az egyetlen ilyen történet, amire régóta készülnek, és egy felejthető valami lett belőle, a listán szerepelni fog még egy ilyen, ami viszont sokkal nagyobb sebet hagyott mindenkiben, de ne szaladjunk ennyire előre. One More Day.
ez a történet kifejezetten felháborította a képregény rajongókat, jó magam sem vagyok megelégedve természetesen, mégpedig a képregényírók töketlensége miatt. A hosszantartó képregény történetek egyetlen nagy gondja, hogy egyszerűen nem mernek nagy változásokba igazán beleállni, mindig ugyanabban a helyzetben kell tartani a kedvelt karaktereket, különben az eladások csökkennek, a rajongók mérgesek lesznek, ami ugye nem tesz jót a kiadónak. Mindig, ha meghalt egy karakter, azt valahogyan visszahozták, ha valamilyen jelenfejlődésen menne keresztül a karakter, akkor azt is valahogyan meg nem történtté teszik, és ebben az esetben is a Marvel képregények egyik legérdekesebb húzását tették konkrétan feleslegessé. Ez volt a polgárháború képregények egyik legjobb pillanata, amikor is Pókember levette a maszkot a nagy nyilvánosság előtt, majd illedelmesen bemutatkozott mindenkinek. A történetben később egy mesterlövész lelövi May nénit, aki nem igazán akar felépülni a sérüléseiből, kb. Elkerülhetetlen volt a halála, ám Peter nem hagyja annyiban, megtesz minden tőle telhető dolgot, felkeresi Dr. Strange-et is, hogy tegye semmissé a merényletet, de mindenki elküldi, mivel az egyetlen dolog, amit tehet, hogy May néni mellett marad a halálakor. Mikor viszont visszatér a kórházhoz, egy kislányra talál, akiről kiderül, hogy ő Mephisto, aki hajlandó segíteni Peternek azért cserébe, ha semmissé teheti Peter és MJ házasságát, és itt nem jogi úton gondolja, hanem a létezésből kitörölni az ismerettségüket. Hogy miért pont ezt kéri, az fogalmunk sincsen, senki nem tudja, de kifejezetten egy olyan dolgot kért Peteréktől, ami a történetet befolyásolhatja olyan módon, ahogyan az az íróknak jó. Peter és MJ belemennek, és innentől fogva May néni él, Peter szingli, és ismét nem tudja senki, hogy ki is az a pókember valójában. A haba tortán, hogy a kislány, akinek az alakját Mephisto felvette, az Peter és MJ kislányáé, aki akkor született volna meg, hogyha nem mennek bele az egyességbe. Maga a képregény nem egy izgalmas olvasmány szerintem, de a hatalmas utálatot nálam az váltotta ki, hogy amúgy ha a képregények haladtak volna tovább aszerint, amit a polgárháború és a Back in Black történetekben felépítettek, sokkal érdekesebbek lehettek volna az ezután érkező történetek, de nem. Inkább rebootoltak mindent, csak mert nem mertek új dolgokat kipróbálni. Néhányan észrevettétek, hogy ezt a történetet dolgozták fel helyjel közel a Nincs Hazavút filmben is, és láthatjátok, hogy lehet amúgy adaptálni rossz képregényeket, úgy, hogy a végeredmény fantasztikus legyen, ebben az esetben kettőt is akár. 3 Joker. És akkor eljutottunk a korábban említett hatalmas csalódásomhoz, a 3 Jokerhez. 5 évig hype-olták ezt a történetet, egészen konkrétan az új 52-es igazságligája végétől, amikor is Batman megtudja, hogy nem egy, hanem 3 Joker tevékenykedik a kezdetektől fogva, és azóta várták a Batman rajongók az ominózus lelepezést, és hogy megtudjuk, hogy mégis miért voltak 3-an, mi a céljuk pontosan, és kik ők valójában. És mit kaptunk? Semmit. Konkrétan semmit. Oké, Arthur, várjuk a poént. Poén az nem lesz. Ez nem vicc. Egy rohadt kérdésre nem kaptunk választ, csak kaptunk egy borzasztóan átlagos Batman-Joker történetet, csak 3 voltak a Jokerek. Ennyi, nem kell belelátni többet. Egy dolog volt benne új info, hogy a gyilkos tréfás Joker gyereke és felesége él. Ami viszont még felháborítóbb az egészben, hogy Batman a pofánkba vágja a történet végén, hogy amúgy ő végig tudott mindent, és nem kell tudnia senkinek semmiről. Akkor teszem fel a kérdést, hogy mi a szar értelme volt akkor 5 évig felépíteni ezt a történetet. Csak hogy az arcába vághassuk az embereknek, hogy Jokerről soha nem fogunk többet megtudni a semmin kívül. Szerintem ezzel eddig is tisztában volt mindenki, nem volt szükség egy ilyen undorító jutifalat belógatására, majd közölni mindenkivel, hogy mégsem kapjuk meg azt, amit beígértek. Jeff Jones elmehet a francba. Gotham High. És akkor eljutottunk az utóbbi évek legrosszabb képregényéig. A Gotham High a DC képregények vilmája. Tudnotok kell, hogy mikor megjelent, akartam belőle videót csinálni, 2-szer vettem fel hozzá az anyagot, de túlságosan ideges voltam minden alkalom után ahhoz, hogy foglalkozzak vele, így kukáztam a projekteket, de akkor most gyorsan összefoglalom, hogy mi a helyzet ezzel a képregénnyel. A Batman karaktereit egy középiskolás környezetbe helyezi, és egy tini szerelmi háromszög sztorit olvashatunk. Majdnem minden szereplő rasszot vált, egyedül a Joker karaktere marad az eredeti bőrszínében, más karakterek szexualitást is cserélnek, de ezek mind konkrétan elenyésző dolgok ahhoz képest, hogy a történet milyen. A történet szerint Selina Kyle édesanyja haldoklik és pénzre van szüksége, emiatt el akarja rabolni Bruce-t, majd váltságdíjat akar érte követelni, de véletlen Harvey Dentet rabolja el. Közben pedig Bruce és Joker beleszeretnek Selinába, és egy nagyon kínos szerelmi háromszöget láthatunk az oldalakon kibontakozni, mire eljutunk a fináléhoz, és kiderül, hogy mi volt Selina terve, és hogy csak játszadozott a két sráccal.
Bruce itt felajánlja Selinának, hogy jó, hagyja az egészet a francba, ad neki pénzt is annak ellenére, hogy átvágta a fejét, de Selina inkább leveti magát egy felhőkarcolóról és egy folyóba zuhan, közben pedig közli velünk a képregény, hogy az emberrablás, mérgezések és a szerelmi zsarolás miatt Selina mennyire erős, akiről mindenki példát vehetne, és hogy amúgy nem halt meg. Kérdem én. Mi a fa? Nem éreztem ezelőtt képregény miatt fizikai fájdalmat, de már csak a visszaemlékezés is fejfájást okozott nálam, így most itt le is zárnám a történet taglalását, és szerintem magyarázatot sem igényel a dolog, így kijelenthetem, hogy ez a legrosszabb képregény, amit valaha olvastam. Ti olvastatok már borzasztóan szar képregényeket? Ha igen, akkor azt mindenképpen írjátok meg kommentben, illetve hogyha valamivel nem értetek egyet, akkor azt is nyugodtan mondjátok el. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, fel is iratkozhattok, akár követettek minket Instagramon, TikTokon, Facebookon, engem akár Twitteren is, illetve van egy Discord szerverünk, ahol beszélgethettek egymással. A csatorna tagoknak pedig nagyon szépen köszönjük a támogatást ezúton is. A legközelebbi videóban pedig találkozunk, addig is, sziasztok!